Nagyon kevés ember nem hiszi el, nekem a pénzhez abszolút nincs viszonyom. Nekem teljesen mindegy, 1 millió vagy 5 millió forintot keresek egy üzleten. A Csisztu 24-ben mondta ezt tavaly szeptemberben Klapka György. Szerinte a lényeg a siker, azt tartotta életben, de fontos volt számára az is, hogy minden nap úgy keljen fel, hogy csinál valami újat. Ilyen volt a legendás táblája a Vámházkorút 9-ről. Amikor először csináltam ezt, eszembe jutott ezt, hogy megcsinálom, akkor én fogtam egy gyönyörű szép vörös táblát, és aranybetűkkel ráírtam, hogy Vámházkorút 9. És fölemeltem, és megcsináltam. Az első próbálkozások nem nyerték el tetszését, de végül megszületett az azóta már legendássá vált reklám. Nagy szerelem volt Klapka György életében a dió. Erről egy egész ültetvény árulkodik Osliban. A dió ilyen konténerekben van, amikor bejön a földekről. A diót buroktalanítják, majd tiszta vízzel megmossák. Klapka György hosszan mesélte a dió feldolgozásának mozzanatait. Ez a sikerélmény, hogy ezt megcsináltam, ezt megteremtettem, és ez van. És ha én meghalok, ez akkor is lesz. Az üzletember az ATV riporterének a politikusokra is kifejtette véleményét. Utálom őket azért, mert az, hogy amit hétfőn mondok, az kedden már nem igaz, ez nekem ismeretlen dolog. Én az apámtól más tanultam, én a hétfőn azt mondom, hogy ez fekete, akkor az kedden is, szerdán is, csütörtökön is fekete lesz. Szép jó napot! A helyszín a már jól ismert Vámházkörút 9, és miközben betért az üzletbe, elárulta a titkot. Azt, hogy szerinte a szorgalom mindennél fontosabb, és hogy szerencséje pedig minden embernek lehet, csak nem mindenki tudja megragadni. Nem siránkozni kell, élni kell az életet.